Magyarország egyik legjobbnak tartott vidéki éttermében, a Veszprémi Medici étteremben érdekes vállalkozásba kezdtek. Úgy döntöttek, meghívnak egy-egy ismert közéleti embert egy olyan közös főzésre, ahol a méltán elismert séftől tanulhatnak meg egy-egy titkos fogást. Amrén Csaba vagyok, a Vila Medici étterem konyhafőnöke. Az első vendég, dr. Vándorfi Győző főorvos, ugyan nem mestere a konyhának, de mint a cukorbetegség egyik legelismertebb szakértőjének, mégiscsak van rálátása az egészséges étkezésre. Ez viszont nem kis kihívást jelentett Amrein Csaba séfnek, aki ezúttal azt szerette volna megmutatni, hogy egy finom étel is lehet egészséges, illetve egy egészséges étel is lehet finom, vagy hogy is van ez. Szóval nem kis dilemmát okozott a vendég. Hát nagy kihívás nekem is, mert azért egyre nagyobb igény mutatkozik a diabetikus, meg az egészséges táplálkozásra, úgyhogy megbeszéljük, hogy én mit tudok az élelmiszerek tartalmáról, illetve ő mit gondol erről, mennyire kell komolyan venni azokat a dolgokat, amit az ember olvas, például egy cukorbetegnél, főleg a kalóriát, illetve a szénhidrát tartalmat. És akkor majd valamit összehozunk itt most a konyhán, meglátjuk, hogy mi fő ki belőle, vagy mi fő ki belőle. Milyen szempontok alapján választotta a menüt? Hát főorvos úrral is beszéltem, hogy ő mit szeret, mi a kedvenc nyersanyaga, illetve szezonalitás alapján, illetve egy picit azért próbáltam belecsempészni az egészséges dolgokat, mai trendet, tehát borjút fogunk készíteni. A szezonalitás miatt a vargányagombával, a gombáknak relatív kevés a kalóriatartalma, nagy a víztartalma, nagyon jó fogyókúrás étel is, mert elteríti az ember. Csicsókát fogunk készíteni, egy párol csicsókát rukolával, és a csicsókáról tudni kell, hogy a cukorbetegek nyugodtan fogyaszthatják, annak ellenére, hogy édes. Van egy olyan inulin tartalma, amit könnyen fel tud dolgozni az ő szervezetük is, és nagyon trendi manapság ez a csicsóka. Régen, 20-30 éve nem nagyon fogyasztották, ilyen szegények burgonyájának hívták. És még egy burgonyát használunk, ami lila burgonyának hívnak, ami magén most kezd elterjedni. Már itthon is terjesztik. Ami a lila burgonyáról tudni kell, hogy a céklához hasonló színezőanyag tartalma miatt szintén nagyon egészséges, nagyon jó az érrendszerre. És tehát a borjú lesz egy ilyen teljeszínes a vargányomáltással, ezzel a csicsók, rukkolás csicsókával, illetve a burgonya pürével. És utána, hogy azért a cukorbetegek, meg a diabetikusok, meg akik egészségesen akarnak étkezni, ők sem maradjanak édesség nélkül, egy krémbrülét készítünk, amit egy stevia nevű édesítőszerrel fogunk édesíteni. Erről azt kell tudni, hogy nem mesterséges, hanem egy természetes, ez Dél-Amerikában egy növénynek a levele, ami nagyon-nagyon édes, tehát legalább 20-30-szor édesebb, mint a kristálycukor. Azzal édesítjük majd ezt a crème brûlée-t, és egy olyan lekvárt adunk hozzá, egy fahéjas szilva lekvárt, ami szintén nem tartalmazza semmilyen hozzáadott cukrot. Úgyhogy ez lesz a menü, ezt próbáljuk majd a főorvos úrral összehozni. Dr. Vándorfi Győző vagyok, itt születtem Veszprémben, és orvos egyetem elvégzése után itt dolgozom folyamatosan. Belgyógyász vagyok, szűkebb szakterületem a diabetológia, tehát magyarul a cukorbetegekkel foglalkozom. Veszprém ugye egy Csolnoki Ferenc Kórház Non-Profit ZRT belgyógyászati diabétez és anyagcsere centrumát vezetem. Hát ha mondhatom azt, ezt a profilt én hoztam létre Veszprémbe, jövőre 33 éves, tehát krisztusi kort fog megérni ez a szakma. Itt természetesen kitűnő kollégákkal, munkatársakkal vagyok körülvéve, úgy orvosi, mint szakdolgozói, mint dietetikusi vonalon. Családom is itt él, feleségem is. Egy lányom van, egy unokám, és nem sokára meg fog születni. December elején a másik kislány unoka. Élénken emlékszem, gyerekkoromban édesapám mindig mondta, hogy ő milyen jókat tud főzni, de hát ezt soha nem tapasztaltuk meg. Megmondom őszintén, olyan túl sok nincs.
Ha a feleségem ilyen nagy családi ebédeket készít, akkor én vagyok a konyhalány. Sárgarépa pucolás, fehérrépa pucolás, hagymaszelés, meg hát amit kell, meg keverkedtem, kavargatom, utkor is készítettünk együtt töltött káposztát, hát ugye azt sokáig kellett ott rotyogtatni, meg sok vizet felvett magába, úgyhogy ez az én feladatom volt, de nagyon jól sikerült. Meg egyszer fiatal koromban készítettem egy hagymásos tejöst, az a rokonság szerint nagyon jó volt, hát ilyen apróságokat készítek, mint magamnak a kakaót, meg néhány tojásrántottat. Mit vár attól, hogy most egy ilyen többszörösen díjazott séffel fog együtt főzni? Hát ez megtiszteltetés, megmondom őszintén, még ilyen jellegű kapcsolatom soha nem volt. Bár az a élelmiszer előállítókkal elég sok a szakmámból kifolyólag. Ugye cukorbetegséggel, elhízással, különböző anyagcserebetegségekkel foglalkozunk, és így a táplálkozás elég a szakma előterében van. Hát ezt ma nem is diétának, hanem orvosi táplálkozás terápiának hívják szaknyelven. Ez az egészséges életmód része. Séffel még sose főztem, van egy kitűnő dietetikusom, akivel szintén a kezdetektől dolgozunk együtt, szokott főzni is, és most a Veszprémi Cukorbeteg Klubban mindig készít valami nagyon kalóriaszegény zömében salátát a pacienseknek, hogy észrevegyék, hogy mennyiféleképpen lehet ezt elkészíteni. Most, hogyha egy ilyen nagy tekintélyű séffel dolgozhatom együtt, biztos, hogy én is sokat fogok tanulni tőle. A menüsor átbeszélése után a beöltözés következett, ami még az egyébként köpenyhez szokott főorvosnak sem volt egyszerű művelet. A gombot is kell bele tenni? Igen, ezért külön gombok vannak hozzá. Szuper. Ezek után dr. Vándorfi Győző főorvos úr beléphetett egy titkos szentélybe, Amrény Csaba konyhájába. Ez körülbelül olyan, minthogyha Amrény Csaba léphetett volna be Vándorfi főorvos úr műtőjébe. Szóval feltárult a titkok birodalma. Ez meg rukkola? Az a rukkola. Most azért párosítom a rukkolát, megmondom összetett egy csicsókával, megyünk. Mert ez egy édeskés, ez meg keserves. Valaki nem szereti az édeskéset, akkor ez kicsit így semlegesíti a kettőt. Ez meg a lila burgonya. Na, ez nekem is újdonság, nem őszintén. Ez már termelik. Van is lehet. Ugye ott volt, már te is elkezdted. Igen. Így néz ki belül. Így néz ki belül. Aha. Ugyanaz a, most nem tudom milyen pontos neve, niacin, vagy mi a tartalma van, mint a céklának. Aha. És azt mondják, hogy az érrendszerre, vérnyomás, stb. Nagyon jó. Van. Ezt nem ismerem, na megkóstolom így, hogy... Krumpize van egyébként, totálisan krumpize van. Dél-Amerikában, Perúból származik ez is. De mondom, itthon már termesztik. Úgyhogy van egy kollégám ott áll, aki már megpróbálkozott vele, és nem tudom milyen sikerre. Több-kevesebb. De... Ez itt jelen biztos több-kevesebb. Kevesebb terem. Nagyon kevesebb terem. A termesztéssel. Igen, a termesztéssel. Tehát egy gumóból lesz mondjuk 4 guma, tehát nem egy nagy hozamagat. De mondjuk az ára is forrad, tehát nem olcsó történet. Van olyan időszak, amikor több 1000 forintért hozzák kilóját, de mivel most már elkezdték itthon is termelni, már néztem, hogy már lehet interneten lenni, már 700 forintért kapható a lila burgonya. Nem a perúja, a magyar lila burgonya, de állítólag ugyanaz. Tehát. Csicsóka, meg hát... Csicsóka az meg olcsó. Az nagyon olcsó, addig olcsó, hát régen olcsó volt, de egyre jobb, nagyobb rá az igény. És emiatt már sokszor Hollandiából hozzák be. Valahogy szerintem ennek itt megvan a klímája, meg a hazája, a nyugodtan lehetne termelni, úgyhogy szerintem rá is álltak már a gazdák, mondom én. A orgánikomban meg ugye... Most még a fagy előtt még lehet szedni az erdőbe. Idén nagyon-nagyon kevés volt belőle a csapadék hiány miatt. Most talán ebből az őszi varganyából kicsit több van, mert most már volt eső. Úgyhogy a rukkolát meg, hát ezt ugye már 5-8-10 éve itthon is használják. Ugye sokan összekeverik ezzel a pittypanggal, de ez azért nem ugyanaz. Ez ilyen mustármagnak hívják. Ennek egy enyhén kesernyés íze van, ami
ami szintén nagyon jó az emésztésnek. Ugye itthon nem nagyon esznek keserű salátákat, csak a fejes salátát, pedig a kesernyés dolgok azok az... Hát vagy egy jó unikum mellé, hát ki hogy gondolja. Na, a lila burgonyából egy pürét készítünk, arról már beszéltünk, hogy mit tartan az egészséges. Ezt egy héjastól föltesszük úgy főzni, mint egy sima burgonyát, egy kis sóval. Aki szereti az emésztésnek, nagyon vékony. Nagyon igen, le kell húzni, de szinte csak kaparni kell, mint egy ilyen friss répának, így van, az új kutya. Meg hát azért is kell vékonyan leszedni, mert nagyon drága, tehát nem gyűrűvös vastagon pucolni. Ugye ezt föltesszük. Főzni, mondom, só kell bele, egy kis kömény, egész kömény lehet bele tenni. Jó ízt ad neki, illetve az szintén az emésztés könnyíti a kömény. A csicsókát azt megpucoljuk, fölkockázzuk és úgy tesszük fölfőzni. Kell hámozni ezt is? Főrös úrat szeretném megkérni, hogy segítsen nekünk. Hámozzunk vagy? Ezt meghámozzuk. Ja, késsel régen hámoztam, feleségemnek van egy nagyon jó hámozója, és avval írtó jól tudok hámozni. Őszinte legyek, én is régen hámoztam. Ez a feladatom otthon, amikor otthon vagyok és ebédet főzök. Bár gyakran ér az a vád, hogy sokat járok konferenciára, és keveset tudok otthon a konyhába ténykedni, de nem hiszik el, hogy én ezt szeretem, tehát az is egyfajta kommunikációs lehetőség, meg hát ha főzünk, azért zömében az ember úgy főz, hogy nem magának, legalábbis ez hát a hát úgy nem is jó szerintem, hogy csak magának, hanem tehát kellene az elismerő. Jönnek a gyerekek, igen. Jön az unoka, az ember lánya, ember hője, és a feleségem különösen nagyon kényes arra, hogy jót főzzünk, és utána a dicséreteket is bekerüljük. Most nem tudom, hogy egy hogy kapja meg a dicséreteket itt a vendége, ritkán találkozik. Hát törzs vendégeket ismerem, hát illetve a felszolgálók azért behozzák, hogy íz lett, jó volt, vannak olyan dolgok, amikor étapot váltunk, és hát utána a vendég keresi a régit. Hát ilyenkor próbáljuk az irányba terelni, kóstolj meg az újat is. De hát étapot pedig muszáj váltani meg, mert unalmas lenne. De itt rengeteg a törzs vendég, úgyhogy hála jó Istennek. Egy nagyon szuper hely. Technikát már elsajátítottam, már elég gyors is vagyok, de azt mondja a séf, hogy akkor nem megy szét, hogyha még gyorsabb lennék. De hát ezt lehet kárpótolni ilyennel is, ilyen mozdulatokkal. És az előbb némi dicséretet kaptam, hogy elég sikerült. Na, hát ezt tovább fogom gyakorolni. Na, hát ezért jó, ha az ember így eljön, mindig tanul valamit. Közben itt a vargány gombát megmossuk. A szállát érdemes. Van egy kedves ismerősöm, annak nagyon jó helyei vannak, szokott hozni vargányát. És titkolja, igaz? A de hát persze, hát én nem is megyek. Most már GPS-szerzetek. Nekünk is van egy kolléga, aki nagy vargány bomba, de ez idén sajnos nem sokat kell. Idén mi se kaptunk sokat tőle, mert... Igen, és most télen majd ennek ezek is... Ezek nagyon szép példája. Hát vannak, amikor ilyen szép nagyokat hoznak. Tehát a vargányokon van egy hátra, nagyon hamar megromlik. Tehát ezt, ahogy meghozzák, érdemes fölrögozni, felszeretni és a mélyhűtőbe vagy olajba eltenni. De a vargány egy kicsit megpárolódik, teszünk hozzá egy pici húsleves, tehát ha nincs ott a húsleves, akkor egy kis víz, meg a jó öreg vegeta, vagy húsleves kocka, picit tejet és picit tejszín. A tejszín tényleg fontos, mindenkit lebeszélnék erről a növényi eredeti dolgokról, nem tudom, fölösül, hogy van vele, hogy margarin vagy vajpárti. Nem, inkább. Én inkább a természetes dolgokat szeretem. Inkább a vari. Lehet, hogy az... Meg hát amennyire én tudom, ezekben a margarinokban van ez a úgynevezett tanzsír, ami a világ legegészségtelen hát dolga. Hát attól függ beig be, de tényleg ez most felerősödött.
Akkor nálunk ez is olyan plusz, ugye, mert a margarint ilyen szívbarátnak szokták hirdetni. Ja, hát igen, ráírják, hogy omega 3, meg omega 6. Hát az omega 3 is azért tényleg csak onnan vonható ki egy ilyen igazi tengeri lazacból, ami friss. Tehát hát hol van még igazi tengeri lazac? Ja. Hát lehet elméletek még ilyen vadlazac vidéket rendelni, de hát ezeket is tenyésztik, azért tudni kell, hogy valószínűleg a húsa se attól piros, mert nagyon sok rákot evett, ugye elméletek attól lenne. Ez egyébként piros. Nem kell ehhez csak az lazac, tehát a halat sokat számít, tehát bármilyen tengeri halat, meg kell nézni a déli népek, tehát azért halnak kevésbé, ez a mediterrán diéta. Meg a vörösbor. Hogy sok halat esznek, sok zöldséget esznek. Ugye például az olaszok esznek tésztát is, de azért hozzá valami jó vörösbor. Meg a jó kis olívaolajukat. Igen, meg hát az olíva, hát ez a képezi a mediterrán diéta alapját, amit mi a cukorbetegnek is hirdetünk. Igen, és az a baj, ezek a tengeri halak nagyon nehezen elérhetők itt, főleg vidéken, mert még a nagyobb áruházakban még csak-csak lehet kapni. Persze nem normális áron, azt mondom, mert ezeket fél áron, meg negyed áron megveszik ottként. Illetve van olyan vaníliás cukor, az úgynevezett bourbon vanília, amiben már van igazi vanília is. Érdemes megvenni és utána elcsomagolni, mert nagyon sokszor föl lehet használni még magát a vanília rübet is. Mi most beletesszük, kiszedjük a vaníliát belőle. Édesanyám madár tejébe szokott lenni mindig van. Ő nagyon jó főzetet, hogy jönnek vissza, és kitől kalácsonyi menüben ilyetek tényleg, hogy valamit azt imádkozóban lehet, hogy így nézett fel. Egyszer főzök az étkodra, hogy még vakargatni, és mondom, hogy nem lett egy így, és nem volt szeretni. Nagyon jó élet. Most van az étkodra. Igen, a vaníliának nagyon kellemes. Imádják meg. Édesanyám meg szokta csinálni, és kitette a spájzba, onnan ment fel a padlás lépcső. Hát ez egy ilyen nagyon jó polcnak is szolgál, és megcsinálta a madártáját. Egyszerűen jobban, jesszusom, összement a madártáj. Hát kiderültünk édesapám meg az öcsém jártak rá a madártáj, és abból nem össze. Most azért töltöm ezzel a szószolóval, a tetején van egy vékony kis hab, és ezt el szeretnénk kerülni, hogy az a tetején egy hab réteget képezzen, úgyhogy csak az aljából engedem ki. Hát ez biztos nagyon finom lesz. Hát ez egy puding, egy főzött angol puding. Ennek van sokfajta változata, ugye a crème brûlée, ez egy ilyen franciásabb, van amikor van a crème de karamell, amikor alul van egy karamell, ugyanúgy ki van gözölve, kiborítják a formából, és akkor ráfolyik a karamell. De most már sajnos nagyipari körülmények között is utánozzák. Ezeket a dolgokat persze nem olyan, mint ahogy házra megcsinálják. 99 fokos sütőben gőzöljük 40 percig. Ezt úgy lehet otthon megoldani ezt a gőzölést, hogy egy tepsibe alá vizet helyezünk, és akkor így. Ugyanezt a módszert választottuk, itt van alatt egy másik tepsőben. A húsnak az a lénye, hogy vannak benne ezek a rost szálak, mindenki látja. Ez gyönyörű borjúhús, azzal merőlegesen kell szelni. Akkor tuti, hogy nem úrik össze, nem rándul össze, és puha marad. Tehát ez mindenféle húsra vonatkozik, hogy a rostokra merőlegesen szeljük a hús. Mindjárt a kollega mutatja is. És arra kell figyelni, hogy tényleg mivel egy ilyen húsról van szó, az utolsó pillanatban ráérünk sütni. Marhahús lenne, akkor párolni is kellene, főleg ha marha comb lenne, akkor párolni is kellene, akkor azt mondom, hogy akkor kicsit előrébb. Hát mindenképp a rostokkal merőlegesen kell szelni. Nagyon finom. Ebből nem fog már sokat enni, mert lesz a rukkola hozzám, a csicsókat. Most a pürében ugye egy kicsit érdekes színe lesz, mert mondjuk a kújpest drukkelet meg tehetek. Milyen gyakran kell forgatni? Egyszer, csak egyszer. Csak egyszer? Egyszer. Igazából ezeket a húsokat megfordítjuk. Ha mondjuk akarjuk, akkor lehet kockát is ütni, tehát most
itt vannak a csíkok, és akkor megfordítottuk a kockát. Ez már csak... ez most így teszünk még bele egy pici olívaolajat, és félrehúzzuk. Úgy szokták mondani, hogy ez most így, ahogy áll, át fog húzni. Tehát most még összerakjuk a tételt, mire kitálaljuk. Ez már lezártam a tüzet. Ez még áll annyit, még hogy még áll a tűzés, úgy lesz pont jó. Nyilván, ha csirkehús lenne, akkor egy kicsit tovább, hogy tényleg átsüljön. De nem kell jobban. Nem kell. Többször megforgatni, hiszen fölösleges. Mindegyik oldalát ezzel kell megsütni. Tehát a széket is sütünk, a legnagyobb hiba, amikor pörgetjük, de mindegyik oldalát jó forró kertmenőben meg kell sütni. És akkor utána, ha ilyen elgyisten valaki átsüt, felszereti, amiket széket, akkor inkább a sütőben kell tovább sütni, mint itt akkor a kérget adni, hogy már száraz legyen. Tehát ez most kész, el van zárva, és akkor sertmenyőben olyat raktunk, felhevítettük, hozzáadjuk a rukkolát, és a csicsókát. Nagyon óvatosan átforgatjuk. Kicsit olyan, mint a petrezselymes probléma. Igen. Igen, csak ugye a rukkolának a kanyar, kesernyés íze más ízvilágot ad neki. Megkocsoltál egy pár. Picit most gombához jó. Gombához és a borjóhoz is illik. Meg hát szakács. Volt az a ausztrál vagy angol szakács a tévében, és meghalt, nem? Decemberben neve, aki főzött és egy 4-5 pohár bort mindig elfogyasztott. Volt olyan rész, nem tudom, a spektrumon ment az a... Igen. A struccok megették a kajáját. Nagyon jó volt, hogy mindig ilyen extra körülmények között lehet neki főzni, és szépen kortyoznak hozzá. Aztán volt olyan, amikor egy kicsit túl kortyolta magát. Hát az ember sokat főz, akkor azért egy hosszú lépés csak a folyadék. De hát igazából a főzés szerintem is úgy főleg volt, mint körülük nem. Itt természetesen nem, de kis pohárból mellett. Pontos. Nem gondoltam. Nagyon finom. Alig várom, hogy együtt megess. Már nem kell sokat várni, vállaljuk is. Akkor először teszünk egy kis rukkolás csicsókát. Teszünk mellé egy kis lilaburgonya pürét. Alá tesszük a vargányamártást. A két szelet. Szebb. Két szelet húsit. Kollégére dolgozik ott hátul. Igazából a mű elkészült, az alkotó étkezik. Azaz, elkövetkezett az idő, amikor leült a séf és a főorvos, illetve a főorvos és a séf, hogy elfogyasszák, amit együtt alkottak. A kedves nézőknek is jó étvágyat kívánunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szép, ízletes, bárki által könnyen elkészíthető, és tényleg olyan élelmanyagokat tartalmaz, ami egészséges. Hát akkor kóstoljuk meg. Ez a mártásba bele tunkolni. Vélemény? Nagyon finom. Jó, hát persze most mondhatja mindenki, hogy a saját főztünket dicsérni. Egy kis csicsókát is hozzá. Nagyon jó. Úgy gondoltam, hogy ma tudunk beszélgetni az idei borokról.
mert november elején a jobb pincészetek már kóstoltatják a vendégekkel, ezt mindig nagy izgalommal várjuk a friss borokat. Három borra gondoltam, a Pannonhalmi Apátsági Pincészetnek a Szent Martinus küvjéje, a házasított, szintén a házasítás a Duzsi úrnak a 2012-es szexárdi rozéja, és ugyanerről a borvidékről, a szexárdi borvidékről a Heyman Zoltán úrnak az idei vöröse. Tulajdonképpen amikor töltök magam egy pohár bort és kóstolgattam, akkor mindig elgondolkodok azon, hogy pár héttel, pár hónappal ezelőtt ezek a szőlőfürtök még tulajdonképpen ott voltak kint a dűlőkön, és a napfénynek a jótékony hatása, illetve hát az időjárás viszontagságainak kitéve, melyik év hogy sikerül. Az idei ez egy kicsit aszályos volt, viszont napfényben gazdag. A Medici étterem szervezői szerint az akció folytatódni fog, és nem sokára újabb érdekes vendéget köszönhetnek majd a konyhában.